Megint itt van velünk Vég Tamás, akivel találkoztunk már a sorozat elején, ugye megnéztük a nagykonyhát. Most meg azt szeretnénk megkérdezni, hogy mire használtok ennyi hűtőt, amire minden külön fő van írva, hogy hal, hús, zöldség, tojás, tej. Ezért külön kell tárolni mindent? Ezért külön kell tárolni mindent, így van a legbiztonságosabb módja, hogyha nem keverednek az alapanyagok különböző hűtőtárolókba. A mennyiség pedig abból adódik, amekkorákat látunk már korábban, hogy óriási mennyiségekben, ezért igyekszünk mindennek megfelelő hűtőteret biztosítani. Én most például, ha ebbe benyúlnék, akkor kidobhatnátok az egészet, és ki kéne takarítani. Hát... Most nem kezdett reggel. Akkor lehet, hogy nem kéne mindent kidobni, csak amihez hozzányúlnál. Tudok még nagy tereket mutatni, ha érdekel benneteket, nézzük meg a szárazáróraktárat. De gyönyörű szárazáróraktár ez. Oda nézzetek, hát a piacon valamelyik napon, ahogy voltunk, láttunk egy ekkora bulgur, itt kicsit nagyobba dolgoztok. Itt 5 kilós kiszerelésben vannak a legkisebb termékek, de is tudok 25 kilós dárzságban is mutatni. A tésztáink is általában ilyen 5 kilós méretben jönnek. És itt is minden nagyon szelektálni kell, ugye? Nagyon külön... fontos, így van a szelektív tárolás. Csinálunk egy kis ebédet, átjöttek? Az egy 50 adag, úgyhogy akkor lehet vendégeket. Lehet vendégeket. Akkor szerintem kell még egy zacskó. A babérlevél is mondjuk egy műveltségű. Burgonya főzeléknél ennyit elhasználunk, ez egy háztartásban egy évi mennyiség. Ez egy 4000 emberre ennyi? Igen, ebből főzünk egy erős redukciót, és utána belekerül az üstökbe szétosztva. Köszönjük szépen a bemutatást, vagy a bemutatót, úgyhogy megyünk, főzünk valamit. Remélem tetszett. Jövünk már! Eddig mindig ti hoztátok az alapanyagot, most mi hozzuk. Bizony. Őt ismeri mindenki, ugye? Ez a kedvenc csirkemell. Igen, egy kis rozsliszt és... Milyen rizs? Barna rizs. Szuper. Mit csinálunk belőle? Olyan csirkemell csíkot, ami egy ilyen szaftban lesz benne. Az eredeti recept ugye úgy szól, és szerintem mindenki csinált vagy készített már hasonlót, hogy megpirítjuk a csirkét, hozzáadunk lisztet, és egy ilyen kis tejszín, egy ilyen sajtos krémmártást készítünk. De most ezt a csúnya fehér lisztet ide kitesszük, és hoztunk helyette teljes kiörlésű rozslisztet. Ugyanis ezzel is lehet sűríteni, és igazából ide nem kell csak 2-3 evőkanálnyi mennyiség, hogy elkészüljön mondjuk egy ilyen nagy adag, viszont ezt kicseréljük mondjuk teljes kiörlésű rozslisztre, akkor elég csak 2 evőkanál belőle, sokkal jobban sűrít, és ezzel egy picit egészségesebbet is tudunk már főzni. Na, ugye? Akkor kezdjünk bele. Jó, akkor ki darabolja föl, csíkozza fel a húst. Yes, tessék. Igen, meggondoltam, hogyha csirke, mert csík, akkor... És akkor egyesével gyere. Te is szeretnél? Jó, akkor neked is lesz a utolsó darab. Jó, és csíkozni lehet, úgynyi vastag csíkokra. Azok az ételek, amelyeket otthon elkészítünk, az ugyanúgy készítendő el egy nagy konyhán, csak felszorozzuk, hogy mondjuk 4000 adagot akarunk csinálni a 4 helyet? Hát mondjuk ez egy talán egy megylevesnél még igaz, de mondjuk általában az ételekre nagy többségére nem igaz. Tehát amit én otthon el tudok készíteni, azt mondjuk 10 főre. Aha, az nem ugyanúgy kell 4000-re. 4000 főre. És akkor itt is van sok probléma, meg átfedés, hogy sokan szülők úgy gondoljuk, hogy hát amit ön otthon el tud készíteni rizses hús, hát az majd ott is ugyanolyan rizses hús lesz. De hát mások az arányok, mások, ugye láttuk a konyhatechnológia, gépek, és ezeken bizony másképp kell főzni is, és ez a végeredményt is befolyásolja. Tehát én nem tudom rátenni a bolognai spagettire mondjuk a szószt, nem összekeverve, hanem külön-külön szárítva és a helyszínen tálalva. Egyébként nagyban finomat főzni sokkal könnyebb, ezt a hadseregben tanultam meg, tehát hogy egyszerűbb, jó, de közben jár a kezem is, tehát egyszerűbb és jobban fölveszi az ízeket, jobban kioldódnak egy ekkora ízben a szárított fűszerek például, sokkal ízesebbet lehet készíteni, azért megvan az előnye a nagy kondérnak is. Akkor mehet bele a csirke, és akkor jöhet rengeteg friss fűszer, amiben akkor részt vehettek még az aprításában. És ezzel a rengeteg fűszerrel megint csak a só mennyiséget szeretnénk csökkenteni, mert ahhoz, hogy legyen íze valaminek, ahhoz ugye a sót szoktuk használni. Minél kevesebb fűszer van, annál több só kell egyébként egy ételbe. A másik serpenyőben viszont ez a rizs fog készülni, egy kis kukoricával fogom összekeverni. Istenem, hát gyerekkedvenc, kukoricás rizs. Szeretjük? Igen, igen. Ugye? Zsófi, neked semmi nem jó. De nem szabad feladni, mert van remény. Kedves szülők, az alagút végét. De ez egy közös munkára van szükség. Ha egyféleképpen nem esznek meg valamit a gyerekek, akkor érdemes bevonni őket a főzési folyamatba, kicsit izgalmasabban tálalni, vagy akár átkeresztelni, új nevet adni az ételnek.
így már nagyobb az esélye, hogy felkeltjük az érdeklődésüket. Persze a menzán több századag étel kiosztásakor erre nem feltétlen lehet minden esetben odafigyelni. Ha a gyerek valamit otthon megkedvelt, akkor azt egész biztosan a menzán is szeretni fogja. Brokkoli, cukkini, sütőtök, bulgur, kuszkusz és társaik. Csak egy kis fantázia és kísérletezőket kell hozzá. Középre tesszük a köretet, majd csinálunk benne egy kis apró mélyedést, nem folyik szana szét a szósz. Még ezt egy picit megszorhatjuk a tetét, még egy kis friss fűszerrel, és voltak éppen azzal is el is készültünk. Indulunk a szórásra, vigyázzat, kérjük egy kis helyet, köszönjük szépen, szuper! Nagyon jó. És már is jöhet az értékelés. Ugye ez most arra vonatkozik, hogy a fehér lisztet ugye kicseréltük a rozslisztre, teljes kiölés rozslisztre, ez azért az ízt is ugye befolyásolja, és hogy így ízlik el, és barna is használtuk a fehér is. És nem használtunk sót. Hát minimálisat. Na jó, egy kicsit. Minimálisat. Minimálisat, inkább a fűszerekre koncentráltunk, meg a hagymára, hogy nem elején, hanem a végén tesszük bele. Egyszerű, finom, változatos, idényjellegű és egészséges. Ez kínálja, erre törekszik a közétkeztetés. Reméljük, a megújult ételsorokat egyre több gyerek fogadja örömmel. Kedves szülők, segítsenek! Ismertessék meg az egészséges táplálkozás alapelveit a gyerekekkel. Főzzenek együtt, beszélgessenek az alapanyagokról, ételekről és próbáljanak ki minél több receptet. Csak kattintsanak a merőkanál.hu-ra. A végeredmény egy egészséges, vidám, energikus gyerek. Ugye megéri? Falat indul rajta! Milyen íze van? Jó. Mit mondod? Jó. Hogy az jó? Nem egyenlő a finommal, jó, de ez már nagy eredmény, mert mondom, tehát a rozsliszt azért meghatározza az ízét. Tehát egy nekem nem volt föltűnő. Én ezt így csinálnám, úgyhogy csináljátok, megcsinálják meg önök is. Így háromból kettőnek nagyon jó, egynek egy kicsit. A film az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet megbízásából készült. Köszönjük a Hungaszt és az Amecot támogatását!